Jó estét kívánok, kedves nézőink! Április 20-a van szerda este, ez pedig a Híradó. Köszöntöm Önöket! Ezek a legfontosabb híreink. Történelmi emlékversenyt rendeztek Návai Lajos tiszteletére. Magyar szokásokkal ismerkedtek Makón a külföldiek. Közel a cél a Makó KC-nak. A 2015-ös évet Návai Lajos emlékének szentelte Makó városa. A térség mártírhalált halt országgyűlési képviselőire több módon is megemlékeztek. Ennek folytatásaként történelmi emlékversenyt rendeztek középiskolások számára. A Návai Lajos történelmi emlékverseny döntőjére a korona dísztermében került sor. Návai Lajos a dualizmus korának kiváló politikusa volt, földünk szülötte, hiszen földeákon látott napvilágot. A Budapesti Egyetemen folytatott jogi tanulmányokat, 1891-ben elnyerte az államtudományok doktora címet. Kiváló felkészültségű, haladó gondolkodású politikus volt. A térség országgyűlési képviselője, később a képviselőház alelnöke, elnöke lett. Pályája korán derékba tört az első világháború után a Magyarországi Tanácsköztársaság fennállása idején, 1919. április 29-én kivégezték. Gondolom, hogy a mai fiatal generációknak föltétlenül érdemes megismerni a munkálkodását, az elképzeléseit, hiszen ritka az a nagy formátumú politikus, aki innen, ebből a megyéből indult el. Makó város önkormányzatának fontos, hogy a mai fiataloknak bemutassák az egykori képviselő személyét, aki nem csak városunk, hanem az akkori Csanád vármegye kiemelkedő politikusa volt. Munkássága mellett személye is példaként állhat a fiatalság előtt, mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester megnyitó beszédében. A történelmi verseny döntőjébe három helyi szakközépiskola és gimnázium, vagyis a Návai Lajos, a Juhász Gyula és a József Attila mellett a temesvári Bartók Béla elméleti líceumból is érkeztek diákok, akiknek nem volt könnyű dolguk, hiszen nem a kor legismertebb politikusából kellett felkészülniük. Gondolkodtam, hogy gyerekek mit fognak tudni róla, Návai Lajosról, de hát hál' Istennek vannak munkák. Itt Gilice János család monográfiájára gondolok elsősorban, amelyek alapján jól fölkészülhettek erre a vetélkedőre, és hogy mondjam, olyan tudást, ismeretanyagot tudhattak szerezni Návai Lajosról, mint a nálánál ismertebb, de az országos politikában legalább ugyanakkora befolyással rendelkező, vagy akkora befolyással rendelkező Jussi Gyuláról. Az egykori politikusról nem csupán kérdéseket tett fel a zsűri, hanem a diákoknak bele is kellett magukat élniük Návai korába egy-egy rövid kis jelenettel, így sokat készültek a megmérettetésre. Minden héten 4-5 órát ráfordítottunk, hogy az előadást is, az előadásból felkészüljünk meg Návai életéből. A versenynek már volt egy írásbeli fordulója, ez alapján a legjobb 6 csapat került a döntőbe. A döntőnek az első helyről vágott neki a makói József Attila gimnázium csapata. Pillanatnyilag vezetünk, úgyhogy jó eredményt várok. A gyerekek, én úgy érzem, hogy motiváltak a kérdésben. Hála Istennek a csapattagjai viszonylag pozitívan állnak az egész vetélkedőzők, rutinosak, már több történelmi vetélkedőn vettek részt. A sok készülés és a rutin meghozta a gyümölcsét, hiszen a versenyt a JAG nyerte. Második helyen a Juhász Gyula gimnázium, még a dobogó harmadik fokán a Návai Lajos szakiskola csapata végzett. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezte Bábel napját a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Ám az eddigiekhez képest most nem csak az idegen nyelveké, hanem a magyar szokásoké volt a főszerep. Ezekkel ismertették meg a külföldi cserediákokat a hazaiak. Április az idegen nyelveken szólás hónapja a Signumban. Ehhez kapcsolódó programokkal már 9 éve foglalkoznak az iskolában. A Bábel napnak bibliai eredete van. Sok évvel ezelőtt, ezen a napon, amikor Bábel tornyát építették, az embereknek összekavarodott a nyelvük. Az idei Bábel napot az Erasmus Plus projekthez szervezve, a Makóra érkező 60 cserediák kedvéért más formában rendezték meg az előzőekhez képest.
Ezen a Bábel napon kicsit rendhagyó módon valójában megpróbáljuk a külföldieket megismertetni Magyarország értékeivel. Ez az én állomásomon a honfoglaló magyar nép történetét és eszközeit lehet megismerni, ruhákat, fegyvereket, berendezési tárgyakat. Van egy érdekes állomás még, ahol a magyar nemzet ruháit lehet fölvenni, tehát magyar lány ruhába, csikós ruhába lehet belebújni. Ez utóbbit élvezték a leginkább a külföldi vendégek, a portugálok szívesen mutatták meg stábunknak, hogy festenek a magyar népviseletben. Nagyon nagy élmény ezekben a csodás ruhákban lenni, már a felvételük is különleges volt. Egyébként nagyon élvezem az egész programot és ezt a látogatást. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és nagyon élvezem. Makó csodás város, minden zöld és tiszta, nyugalmat áraszt, az iskola nagyon szép, és tetszik, hogy itt mindenki barátságos. I'm loving it. A magyarok mindent megtettek annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Tetszik nekik, élvezik, mivel ugye itt több mindent tudhatnak meg a mi országunkról, és több mindent érthetnek meg. A Bábel napon csoportra voltak osztva a gyerekek, akiknek különböző állomásokon kellett helytállniuk. Az egyiknél az Erasmus Plus projekt témájáról, az iskolai erőszak elleni fellépésről kellett beszélgetniük a gyerekeknek, természetesen angolul. Rövid bemutatkozás után ebben a témában szólalnak meg a gyerekek, egy pár mondatot mondanak arról, hogy mit gondolnak erről a témáról, mit tudnak ez ellen tenni, illetve hogy velük ez megtörtént-e már. Ez a nap is bizonyította, a Signumnak érdemes volt ebbe a projektbe belevágnia, mind a külföldi, mind a magyar diákok nagy hasznot látnak benne. Szerintem ez egy remek program, nagyon jó lehetőség a gyerekeknek is, hogy tudjunk utazni. Én már voltam Portugáliában egy hetet márciusban, és nagyon jó volt, rengeteg új embert lehet megismerni. A Bábel napon a hagyományos parasztolimpia elemei is terítékre kerültek, volt patkódobálás, csutkavárépítés, ronylabdadobás, de a tojásroppantás is a repertoárban szerepelt. Emellett a kézműves termékekkel is megismerkedtek a külföldiek. Az Amási utcai általános iskola szombaton délután tartotta meg gálaműsorát a Hagymaházban. A diákok ezzel fejezték ki hálájukat a szülőknek és a támogatóknak az adományokért, melyet az új játszóterük felújítására kaptak. A 2015-2016-os tanév elején a Makói általános iskola Almási utcai tagintézménye kampányt hirdetett Álmunk egy játszótér címmel. Céljuk az volt, hogy annyi pénzt gyűjtsenek össze, amiből egy új játszóteret alakíthatnak ki az iskola udvarán. A kezdeményezésre nem csak a szülők, hanem vállalkozók is felfigyeltek, így a gála mellett az almanapon és a karácsonyi szaloncukorvásáron is sok adományt kapott az iskola. A szombati köszönetnyilvánításon szinte minden almás és kisdiák és tanár fellépett a Hagymaházban, így igen színes volt az előadás. Tulajdonképpen minden osztály készült valamilyen produkcióval, általában zenés, táncos produkciókról van szó, néhány mesefeldolgozás. Az almásisok mellett a Bartok tagintézmény néhány művésze is megköszönte a támogatást. Így hangszeres darabok is elhangzottak a rendezvényen, köztük Beethoven és Mozart művei. Mi duózni fogunk a barátnőmmel, Ninettel. Mióta játszol fuvolán? 2 éve. A nívós eseményre az osztályok és osztályfőnökök több hónapos munkával készültek a teltházas közönség számára. Az Iskolatáska című dalt fogjuk előadni rockos és klasszikus verzióban. Mennyit készültetek rá, kinek az ötlete volt? Nagyon-nagyon sokat készültünk rá, és az osztályfőnökünk Lipták Attila bácsinak volt az ötlete. A játszótér felújítása és az új elemek beszerelése csak a nyári szünetben fog megkezdődni. Így a tanulók csak szeptemberben tudják igénybe venni az új játékokat, amelyet már nagyon várnak. Tündökölnek a Maros Tánc Együttes növendékei, hiszen nem csak versenyeket, hanem egy nagyobb értékű pályázatot is megnyertek. Az ősszel idősek találkozóját rendeznek a befolyt összegből. A Mákvirágok csoport bronz. Így örülnek a Maros Tánc Együttes tagjai a győzelemnek. Legutóbb Szegeden a 26. alkalommal megrendezett 100-szor szép országos gyermek és ifjúsági fesztiválon ért el bronz minősítést kategóriájában a Mákvirág és a Margaréta csoport. Bár a győzelmüket stábunk előtt tudták meg, már számítottak az elismerésre. Én örülök neki, hogy nyertünk, mert nekem ez már a szívemben volt, hogy nyerjünk. Az idejében a kicsiknek ez volt az első versenyük a fesztiválon, a magyarok mellett Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből érkező együttesekkel küzdöttek meg.
A táncegyüttes további versenyre készül, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is fellépnek majd. A nagyobbakkal, tehát a Pántlika Bognárka csoporttal megyek Horvátországba egy nemzetközi fesztiválra majd. A kicsikkel talán itt a környéken, amilyen fölkéréseknek tudunk, eleget teszünk, vagy civil szervezeteknek, vagy városi rendezvényen, vagy az iskolai összművészeti fesztiválon, majd meglátjuk, hogy hol. Mindig előfordulunk, és hetente van föllépésünk, hiszen a 8-ból 6 csoportunk mindig mozdul valamerre. A gyerekek szívesen járnak a táncórákra, és van olyan, aki nem szülei tanácsára, hanem önszántából választotta a néptáncot. Baranyi Réka óvodás kora óta tagja a táncosoknak, a koreográfiákat és a népdalokat is könnyedén tanulja. Nehéz megtanulni a dalokat, amit énekeltek? Hát nem, mert nagyon fülbemászó, és nem nehéz, mert visszatér. A Maros Tánc Együttes ebben az évben ünnepli újjászületésének 35. évfordulóját, hiszen a meglévő közösség 1981-ben alakult újra, és azóta már 160 taggal működik. Ahhoz, hogy ezt a jubileumot méltóképpen ünnepeljék meg, egy pályázaton is elindultak, amellyel egy régi álmuk is valóra vált. Erre a jubileumra pályáztam, és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumától 1 millió forintot sikerült erre szereznem, illetőleg miután van egy idős korosztálya szülők, a szülőkből összeállt csoport, a népszerű Mötyke, most már van Mötyke 2 is, ők a fiatal szülők, mindig akartam egy idős együttesek találkozóját is, és hát bizony évek óta nem sikerült, erre sem pénzt szereznem, erre meg most 650 000 forintot sikerült, tehát meg tudom szervezni ősszel ezt a találkozót is. A táncosok sosem pihennek, hiszen a 8 csoportból álló társaságból 6-nak szinte minden hétvégén fellépése van. A sok próba és a fellépés ellenére a gyerekek nagyon lelkesek, mivel a cél a szülők és az érdeklődők elismerése. Rövid híreket láthatnak. A DK választókerületi elnökének február 19-i Facebook posztja miatt Bálint Hankoci Beatrix jegyző feljelentést tette a makói rendőrkapitányságon. Mucsi Tamás Facebook oldalán ma tette közzé, hogy megkapta az idézést, melyben azált jelenjen meg kihallgatásra a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányságon. Az emlékezetes februári bejegyzésben a következő állt. A polgármesteri hivatalban nem voltak soha patkányok, de már ezt is megoldották. Minden folyosón azok rohangálnak. Majd egy újabb bejegyzésben utalt a két lábon járó patkányokra. Mucsi Tamás a városházi patkányokról szóló bejegyzését azután távolította el profiljáról, hogy az alpolgármester reagált a posztjára. Ezt követően a hivatal vezetője feljelentéssel élt, az ügyet elfogottság miatt a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vizsgálja, akik jövő héten kedden hallgatják ki Mucsi Tamást. A pedagógusok sztrájkbizottsága reggel 8 órától egész napos országos munkabeszüntetést hirdetett. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy szüntessék meg többek között a kliket, csökkentsék és modernizálják a tananyagot. A kormány korábban sztrájk megállapodásban megegyezett arról, hogy az iskoláknak a gyerekeket ez idő alatt is fogadniuk kell, valamint ellátásukat és felügyeletüket meg kell oldaniuk. A mai napon a makohiradó.hu hírportál információi szerint a makói iskolák közül a József Attila gimnázium tanárai nem vették fel a munkát. Korábban ez az iskola csatlakozott először a tanítanék mozgalom tiltakozó felhívásához, majd múlt hét pénteken az egész testület sztrájkolt az első két tanítási óra idején, ahogyan ma egész nap. Azoknak a pedagógusoknak, akik a munkabeszüntetés mellett döntöttek, de a törvényeket betartották, szankciókra nem kell számítaniuk, viszont erre a napra bérüket nem kapják meg. A város többi iskolájától szerkesztőségünk nem kapott tájékoztatást arról, hogy csatlakoztak-e a makói pedagógus sztrájkhoz. Lázár János országgyűlési képviselő április 22-én pénteken fogadóórát tart Makón. A miniszterelnökséget vezető miniszter 14 órától este 18 óráig várja a város lakosságát a makói polgármesteri hivatal 19-es irodájában. Egymás után negyedik alkalommal aratott győzelmet az MB2-es Makó KC női csapata. A dobogó legalsó fokától csupán egy ponttal van lemaradva a makói együttes. Nem vár győzelmet aratott az MB2 délkeleti csoportjában szereplő Makó KC női kézilabda csapata. A tavaszi szezon hajrájában egyre jobb teljesítményt nyújtanak a marosparti lányok, hiszen zsinórban 4 mérkőzésen győzedelmeskedtek.
Az elmúlt hétvégén a Gyulenyese vendégei voltak. A mérkőzés nem kezdődött túl jól, hiszen a 12. percben a hazaiak 5-1-re vezettek. A marosmentiek csak futottak az eredmény után. Így az első félidő végére a gólkülönbség 5-re nőtt. A második játékrészben Sárkányék egy magabiztosabb és gólra törőbb játékba kezdtek. Összesen 9-szer találtak be az ellenfél kapujába, amelyre csak 4 válaszgól érkezett. Ennek köszönhetően a 24. percben a makóiak átvették a vezetést, amiből nem engedtek, és remek védekezésüknek köszönhetően a vége 3 gólos különbséggel zárult. Tehát a végeredmény Gyulaiese Makó KC 21-24. A makói lányok a tabella 4. fokát magabiztosan őrzik, és a dobogó is egyre közelebb van már, hiszen csupán 1 ponttal vannak lemaradva a 3. helyen álló Csorvás mögött. Nagy János Miklós csapata most a tavaszi szezon rangadójára készül, ugyanis szombaton a listavezető Szarvas gárdáját fogadják 17 órától az Erdei János Városi Sportcsarnokban. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Történelmi emlékversenyt rendeztek Návai Lajos tiszteletére. Magyar szokásokkal ismerkedtek Makón a külföldiek. Közel a cél a Makó KC-nak. Most pedig néhány szó a holnap várható időjárásról. Csütörtökön derült időre van kilátás, szinte zavartalan napsütéssel, reggel 5, délután 17 fok lesz. Kedves nézőink, mint ahogy azt már megszokhatták, híradós anyagainkat újból megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornáján, valamint a www.makotv.hu weboldalon. A híradó után a következő műsorokkal várjuk Önöket. 18 óra 15 perctől a Diagnózis, Egészség és Kórház magazint ismételjük. 18 óra 40 perces kezdettel a Hóbó előadásából láthatnak részleteket. 19 órától a Székely Konyha Gasztro magazin következik. 19 óra 24 perctől pedig a Fókusz tekinthetik meg benne az ÁSS-BT ügyvezetőjével. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak majd akkor is velünk, én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!